epehupás vénszilágyban, hét szilvafa árnyékában, szunnyat lelkem ezer évet. Ki ne ismerné Adi híres sorait a szilágyságról, arról a csodálatos világról, melyet kedves, vendégszerető emberekkel, varázslatos tájjal, illatos pálinkával, gyöngyöző borral áldott meg az Isten. E világ felfedezésére indultunk el mi is. Látogatásunk során útba ejtettük Krasznát, Szilágyperecsenyt, Szilágybagost, Kárásztelket és Kémert. Mindenhonnan igyekeztünk olyan élményeket gyűjteni, amelyeket megoszthatunk önökkel. Elmegyek a hegyre! Nézzenek minket szerdán, este 9:30-tól, itt, az Erdélyi Magyar Televízióban.